Üresek a reklámok elhelyezésére gyakran használt villanyoszlopok és kandelláberek Szekszárd belvárosában. Szerdán még nem így volt, az októberi önkormányzati választáson induló jelöltek plakátjai több oszlopon is megjelentek, engedélyt viszont az önkormányzat nem adott erre. Meg kellett volna kérni az illetékes pártnak az engedélyt. És ez mindenkire vonatkozik gyakorlatilag az engedélykérés, hisz ahogy jeleztem a törvény azt mondja, hogy ingyenesen kihelyezheted, de az engedélykötelesség ez fönnáll. És ugye mi, mint még regnáló gazdasági bizottság ezt észrevételeztük, hogy gyakorlatilag hozzánk semmilyen engedély nem folyt be, amelybe kérték volna. Az önkormányzat tehát egyetlen szervezetnek sem adott még engedélyt, hogy a tulajdonában álló oszlopokon választási plakátokat helyezzen el. A törvénynek ez a rendelkezése az önkormányzati választásokat tekintve új, bár a májusi európai parlamenti választáson már érvényben volt. Eszerint plakátot elhelyezni magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelő jog gyakorlójának előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. A gazdasági bizottság elnöke azt mondja, a szüreti napok miatt a városba érkező több tízezer vendég miatt sem lenne szerencsés, ha választási plakátok rondítanák el a fesztiválnak helyet adó belvárost. Jövő héttől én azt gondolom, hogy lesz annyi plakát az egész városban, ami jogos és jogszerű, a választás erről szól. De ezt mi kifolyásoljuk, hogy itt teljesen semmilyen engedélykérés nem történt meg, és hát nyilván ebből adódóan meg kell tenni a szükséges lépéseket. Választási időszakban egyébként többféle jogorvoslatot ismer a törvény. Molnár Kata, a szekszárdi jegyző, a helyi választási iroda vezetője azt mondja, ha bárki jogszabálysértést észlel, akkor 3 napon belül kifogást nyújthat be a helyi választási bizottsághoz. Ennek tartalma azonban nagyon pontosan szabályozott. Ezek egyike, hogy a jogszabálysértés bizonyítékát is tartalmaznia kell a kifogásnak. Ha bármelyik rész hiányzik, a választási bizottság nem is tárgyalja. A választási kifogásról a helyi választási bizottság dönt az önkormányzati választások esetén jellemzően. A helyi választási bizottságnak a döntése is egy szigorú határidőhöz van kötve, 3 napon belül el kell bírálni a kifogásokat. Itt persze nem ér véget a jogorvoslat, a választási bizottság döntése ellen lehet fellebbezni, így egy ügy eljuthat egészen a Nemzeti Választási Bizottságig, vagy akár a bíróságra is.